Izgalmakkal teli halksuttogás hangja töltötte be a Városháza Krudi Gyula termét szerda délelőtt. A lengyel-magyar barátság alkalmából rendezett vetélkedő döntőjében a hat legjobban teljesítő csapat mérhette össze tudását. 2008-ban indult el ez a lengyel-magyar két jó barát elnevezésű vetélkedő, akkor még az iskolánk ebédlőjében egy teljesen szűk körben kezdtük el, csak a mi iskolánk tanulóinak. Nagyon fontosnak tartjuk, hiszen egyrészt BEM neve kötelez bennünket, úgy gondoljuk, másrészt nagyon szeretjük a lengyeleket, nagyon szeretjük a lengyel kultúrát, a lengyel gasztronómiát, a lengyel embereknek a személyiségét, és azt gondoltuk, hogy jó, hogyha a gyerekek ezt nagyon korán megismerik. A magyar-lengyel történelemnek nagyon sok kapcsolódási pontja van, melyek mentén igyekeznek nagyon érdekessé és izgalmassá tenni a vetélkedőt. A versenyző gyerekeknek életkori sajátosságaiknak megfelelő, élményszerű, tevékenységközpontú feladatokat kellett megoldaniuk. Engem nagyon érdekel a lengyel-magyar kultúra, továbbá a történelmük. Lengyel-magyar barátsága szerintem egy nagyon fontos esemény és történelmi, továbbá kulturális örökség, és az Erasmus program keretében sikerült kijutnom Lengyelországba, ahol meglátogattam a híres helyeket, továbbá a Bem József szobra, Bem József sírhelyét Tarnóban, és ez nekem egy nagyon-nagyon fontos esemény volt. A vetélkedő minden évben más-más témát jár körül. Az idején Szent Hedvig és Szent Kinga középkori szentek életét dolgozták fel játékos formában. A verseny célja a jó lengyel-magyar baráti viszony ápolása és Bem József emléke előtti tisztelgés. A másik motiváló erő pedig az angol nyelv oktatása volt a iskolánkban már, 42 éve nagyon intenzíven megy, hiszen nagyon-nagyon sokat segít a gyerekeknek a kommunikáció gyakorlásában, hiszen a lengyelekkel, hiszen van testvériskolánk is, ez a kommunikáció angol nyelven folyik. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere beszédében elmondta, Nyíregyházának kiváló kapcsolata van három lengyel testvérvárossal. Hozzátette, minden adott ahhoz, hogy ezt az évszázados barátságot a fiatal generáció tovább vigye.